Az Európai Parlamentet is elérte a legújabb orosz dezinformációs botrány. Az Euronews értesülései szerint a legnagyobb parlamenti pártok jövő heti brüsszeli plenáris ülésükön szeretnék napirendre tűzni a témát. Az eredetileg Csehországban indult vizsgálat már 6 másik európai országot érint. Németországot, Franciaországot, Belgiumot, Magyarországot, Lengyelországot és Hollandiát. A középpontban egy Csehországban üzemeltetett portál, a Voice of Europe áll, amely orosz barát és nyugatellenes retorikát sugárzott, és interjúkat készített európai politikusokkal, akiket sajtóértesülések szerint ezért meg is fizettek. A portál először Viktor Medvedchuk orosz barát ukrán oligarchái volt, akit letartóztattak Ukrajnában, majd kicseréltek ukrán hadifoglyokra, mert ő Putyin barátja. Ezt a portált később egy lengyel, foglalkozására nézve biztonsági őr vette át, egy olyan ember, aki Ukrajna ellenes véleményt és meggyőződést is megfogalmazott. A titkosszolgálatok közös és határokon átnyúló akciójának részeként a múlt héten letartóztattak egy személyt Lengyelországban. A közzétett vélemények, interjúk és egyéb anyagok célja Lengyelország nemzetközi szintéren elfoglalt pozíciója, Ukrajna és az Európai Unió országainak támadása volt. Mindez megtörtént, és az Orosz Föderáció érdekét szolgálta. Ez az ügy a kémkedésről szól, de a dezinformációról is. Cseh sajtóértesülések szerint a német szélsőjobboldali AfD párt külpolitikai szóvivője, az Európai Parlamenti mandátumra esélyes Petrő Biston 25 ezer eurót fogadott el ettől a hálózattól, hogy megpróbálja befolyásolni az európai közvéleményt a júniusi választások előtt. Az Európai Parlamentnek ezt nagyon komolyan kell vennie. Tanulni lehetünk az orosz titkosszolgálatok és az orosz hatóságok folyamatos és ismétlődő kísérleteinek, hogy beavatkozzanak demokratikus választásainkba és demokratikus döntéshozatali folyamatainkba, és ez elfogadhatatlan. Ezt nagyon komolyan kell venni. Az Európai Parlament szóvivőjének az Euronews az eljutatott közleményében egyebek mellett az áll, hogy az ügyben a nemzeti hatóságok rendelkeznek vizsgálati jogosultsággal, de kérés esetén az Európai Parlament teljes mértékben együttműködik ezekkel a hatóságokkal.